A megye ipartestületei rendszeresen találkoznak. Legutóbb a Makói ipartestület elnöksége és tagsága hívta vendégül Makóra a Csongrád megye ipartestületeinek tagjait. A találkozó pénteken volt az ipartestület József Attila utcai székházában. Az iparosok őszi találkozóját pályázati forrásból fedezték, melyre az önkormányzat 250 000 forint támogatást nyújtott. Célja az egésznek az, hogy hát a Csongrád megye ipartestületek kicsit közelebbi kapcsolatot tudjanak létesíteni egymással, és jobban megismerjük egymást, és szorosabbra tudjuk fűzni a kapcsolatainkat. A rendezvényen részt vett a Makóin túl a Hódmezővásárhelyi és a Szentesi ipartestületi elnökség és tagság is, akik nagy örömmel érkeztek a marosparti városba. Úgy vélik, sok előnnyel jár az, hogy ilyen módon tartják a kapcsolatot egymással. Az, hogy nem vagyunk egymásnak ellenségei, és nagyon sokat összedolgozunk, tehát hogy mi köztudott, hogy Makón is igen sok szentesi vállalkozó végez munkákat, gyakorlatilag ezzel is tudjuk egymást segíteni tulajdonképpen. Az eseményre eljött a Csongrád megyei ipartestület országos elnökségi tagja Szabó Káro is, aki szintén kiemelte a kapcsolatok fontosságát, emellett nem elhanyagolható, hogy az ipartestületi rendszer jogi védelmet is nyújt. Ha valakinek valamilyen vállalkozóval, kereskedővel vagy olyan problémája van, azt az ipartestületen belül van egy ilyen békéltető bizottság, ami megoldja ezeket, tehát nem engedi elmérgesedni a helyzetet. A találkozó a közös eszmecserét követően ebéddel, majd Makovec sétával és fürdőzéssel zárult.